Sziasztok! Mit tegyen az ember, a férje, a felesége, a munkatársa, a szomszédja? Mondat neki egy erős szót, megszégyenítette. Válaszolni kell, vagy nem? A heti szakaszban, amit olvastunk tegnap a zsinagógában, szó van arról, hogy a csapások, ami jönnek Egyiptomra, a fáraóra, azért, mert nem engedi ki a zsidókat, tartja őket a rabszolgaságban. Az első csapás volt a vér, a második csapás a béka. Írja a Tóra, és Áron kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, és feljött a béka. A tál hatszefardeje, egyes számba a béka. Szokatlan egy kicsit a héberben. Erre azt mondja Rashi, összesen azért egyes számba van írva, mert egy darab béka volt, amire ráütették, és ezáltal kispricceltek belőle béka csoportok. Ez az egyik verzió, egyik magyarázat a Rashiban. Erre felmerül a kérdés, valaki egyszer feltette az egyik rabinak a kérdés, egy béka volt, miért ütették? Látták, hogy kispriccel belőle sok-sok béka, miért ütették rá? De azt válaszolta a rabbi, miért ütettek rá? Mert idegesítette őket, látták, hogy nem hasznos, és mégis tettek. Azt mondja, amikor valaki megszégyeni téged, és te válaszolsz, tényleg azt hiszel, amikor erősen fogsz válaszolni neki, ezáltal béke lesz és nyugalom lesz? Nem. Ő mondott valamit, te mondasz egy erősebb válasz, erre rá ő még kezd kiabálni, erre te is kezd kiabálni, és világ vége. Nem lett volna egyszerűbb nem válaszolni, és kész? Igen, egyszerűbb lett volna, csak az embernek nincs önuralma. Ez történt Egyiptomban is. Idegesítette őket, Mózes azt mondta, jön a béka csapás. Jött is. Erre ütötték, és hiába látták, hogy pont az ellenkező hatása van. A Talmud azt mondja, hanem lovim ve inam a jövőm. Ha valakit megszégyenítették, és ő nem válaszol, hanem önuralma van, akkor az Isten úgy veszi, azt hogy olyan nagyra értékeli ezt, az ember képes volt az önuralomra, szóval mint a nagy sütőnap, olyan nagy az ő értéke és a fénye. Szóval mit kell az embernek tenni, ha a férje, feleség, vagy bárki más mond egy erős szót, hallgatni. Nem kell válaszolni. Nem arról van szó, mert a másiknak igaza van, hanem azért, mert a válaszol, azzal nem jutunk előre. Köszönöm szépen!